Ezek a felvételek a Vidámparkban szervezett gyermeknapi kavalkádon készültek. A rendezvényen a hagyományos arcfestés és vásári forgatag mellett számos különlegesség is várt az érdeklődőkre. Így sportvetélkedőn, bűvéssón és zenei programon is részt vehettek a városlakók. Emellett a bátrabbak kipróbálhatták a kalandpályát is. A kezdeményezésről Lázár György szervezővel beszélgettünk. A Kalandpark Orosz Csaba vezetésével várja a gyerekeket, itt majd a sportpályán különböző ügyességi játékokkal várjuk a gyerekeket, különböző bóják ledöntése, labdával történő feladatok, úgyhogy tényleg mindenki megtalálja azt, amit igazán érdekli. A kicsit aktívabb gyerekek pedig akár még az ugráló várban is kipróbálhatják magukat, emellett arcfestéssel, csillámtetkóval, különböző finomságokkal, igazi klasszikus vatacukorral is várjuk a gyerekeket, és délután 14:30-kor pedig Magic Marcel egy varázslatos bűvéssóval kedveskedik majd az érdeklődőknek. Bár az időjárás nem volt túlságosan kegyes a látogatókhoz, sokan vettek részt a délelőtti programokon. Horváth Merci családjával a Vidámparkba és az MMK-ba is ellátogatott. A kislányommal érkeztem és a párommal, hogy megnézzük a Kalandparkot is. Elvileg az MMK-ba indultunk, de aztán megláttuk útközben a kisvonatot, úgyhogy mindenképp kellett jönni, de aztán innen az utunk az MMK-ba vezet. A rendezvénysorozat programjait egy késő délutáni Groove House koncert koronázta meg. Berta Irén már hosszú évek óta rajongója az együttesnek. Legfőképpen ezért jöttünk ki, hogy a Groove House-t lássuk. Kíváncsiak vagyunk rá, szeretjük őket. A fellépés apropóján Kis Judit, avagy ismertebb nevén Judy azt mondta, szinte már hazajárnak Dunaújvárosba. Ezt követően a művész a pandémia időszakáról, valamint a jövőbeni terveikről is beszélt. Most már hazajárunk igazából Dunaújvárosba. Múlt héten is voltunk, akkor az Emlékek éjszakáján, ez egy éjszakai program volt, de szuper buli volt, és tényleg szuper közönség, és pont akkor gondolkodtunk, hogy egy hét múlva ugyanitt leszünk, csak egy teljesen más típusú közönség, mert a gyermekeknek, illetve volt nyilván szülők is, de hogy nagyon kis hálás közönség volt, és független az időjárástól, mert valami elképesztő buli volt, és senkit nem érdekelt, hogy esik az eső, úgyhogy őrület, úgyhogy ennyi, kész. A Vidámpark mellett színes gyermeknapi kínálat várta az érdeklődőket a Munkásművelődési Központban is. A két helyszín között egy kis vonat is járt, amelynek köszönhetően a látogatók szabadon átjárhattak egyik helyről a másikra. Emellett hangulatos városnézésen is részt vehettek.